Dr. Kiscsaba vagyok, a kertközi házi orvosi rendelőben. Szerencsére azt mondhatom, hogy konkrét influenzás megbetegedés nincsen se nálunk, és az ANTS-től kapott információk szerint a régióban még sehol nincsen, illetve hát azt lehet mondani, hogy országszerte is elenyésző számú bejelentés érkezett egyelőre konkrét influenzás megbetegedéssel kapcsolatban. Természetesen az egyéb felső légúti, illetve ilyen gastrointestinális vírusos megbetegedések azok most is dominálnak még, de konkrét influenzás megbetegedés még nem volt ebben a régióban. Kik számítanak veszélyeztetetteknek ebben a betegségben? Veszélyeztetett korosztály a 65 év feletti idős emberek. Azok a betegek, akiknek van valamilyen egyéb krónikus megbetegedése, például krónikus légúti betegség, mint aszma, vagy ilyen krónikus obstruktív tüdőbetegség, szívérrendszeri betegségben szenvedők, cukorbetegek, illetve hát a kisgyermekek, valamint a kismamák és a terhesnők. A vírusról van szó, ugye? És van-e lehetőség esetleg valami mód a megelőzésére? Hát a megelőzés leginkább az, hogy a helyes életmóddal, ugye meg a vitaminfogyasztással, hogy az immunrendszert az illető karban tartsa, illetve hát a maga ugye az influenza elleni védőoltás, ami a legjobb megelőzési módszer.